Ügyosztályvezető úr, halad a Békisz projekt jelen pillanatban, hol tart? Igen, hát három szálon fut a Békisz projekt. Ugye van a Békisz 5-ös tender, amelyik a nagy csatorna rendszernek a kiépítését jelenti, tehát a Törökbálinton levő szennyvíztisztító telepünktől indul, végig megy Kamaraerdőn, 11. kerületen keresztül, és eljut a szennyvíz a csepeli központi szennyvíztisztítóba. Ennek a budaörsi szakasza épül jelen pillanatban gőzerővel. Ez egy közel 900 millió forintos beruházás, ami teljes egészében uniós, illetve hazai forrásokból biztosítja az összeget hozzá. A második szála a Békisznek a meglevő csatornahálózatoknak a felújítása, a rekonstrukciója. Ezt két ütemben valósítjuk meg. Az első ütemnek az első utcaszakasza az már munkálatban is van. Ez a Szabadságút Domb utca kereszteződésében levő szennyvíz csatorna cseréjére, rekonstrukciójára kerül sor. Itt már a munka elkezdődött, a kivitelezés egy hónapon belül be is fejeződik. Másik három utca esetében, ez a Halom utca, a Gesztenye utca és a Széles utca. Ezen utcáknál is a teljes szennyvíz csatornahálózat cseréjére kerül sor, majd ezt követően az önkormányzat költségvetésében már biztosított keretből az út felújítás is megtörténik, tehát ha egyszer hozzányúlunk egy úthoz, akkor korábban a vízművek cserélte a vizes hálózatát, mi most kicseréljük a csatornát, szennyvíz csatornát, és végül pedig a csapadékcsatorna és útépítés történik meg, és reméljük, hogy egy jó pár évig vagy évtizedekig akkor nem kell hozzányúlni ezekhez az utcákhoz. További négy utcanak a szennyvíz csatorna rekonstrukciója van tervben, ennek a közbeszerzési eljárása van folyamatban, de ezeknek a kivitelezése nagy valószínűséggel áthúzódik 2018-ra. Illetve talán 2019 a projekt vége, ha jól tudom. 2019 a teljes projekt befejezése, de az már a pénzügyi elszámolással is mindennel együtt. A Békisz 5-ös projekt tekintetében viszont 2018 áprilisáig be is kell fejezni, hisz a szennyvíztisztító telepünk működési engedélye addig biztosított, tehát azért folyik gőzerővel a kivitelezési munka is. Említette a csatornák rekonstrukcióját. Ebben van az is, hogy bekötik a főnyomóvezetékbe? Ahol eléri a főnyomóvezetéket, ott természetesen igen. Maga az egész Békisz rendszer úgy épül fel, hogy Budaörs szennyvíz hálózata, annak a végpontja a Kamaraerdőben levő szennyvíztisztító telepünknél van. Tehát Budaörs összes szennyvíze ott gyűlik össze, és a jelen pillanatban ott kezeli a Törzsvíz Kft., és a tisztítás után a Hosszoréti patakba kerül a már megtisztított víz. Ez a szennyvíztisztító telep működési engedéllyel rendelkezik, bár nem a legmodernebbek közé tartozik, hisz évtizedekkel ezelőtt létesült, ezért született az a döntés, hogy csatlakozunk a központi fővárosi szennyvíztisztító hálózathoz, illetve az annak keretében megépült csepeli központi szennyvíztisztító telephez. Ez már minden jelenlegi korszerű igényt kielégítő telep, amelyik már működik, tehát fogadja már a fővárosnak a szennyvizét. A Budapest és Budaörs összefogott ebben a tekintetben, és Dél-Budának, tehát a 11. kerület, illetve a Budafoknak a szennyvizét összegyűjtve Budaörs csatlakozik hozzá, és a Duna alatti nagy vezetéken kerül a szennyvíztisztítóba. Tehát nekünk, amit most meg kell építeni, az a Törökbálinton levő szennyvíztisztító teleptől indul el egy nagy hol gravitációs, hol nyomott vezeték, és kerül el egészen a Kamaraerdő 11. kerület határáig, egy átadási pontig, ahol átadjuk a fővárosi csatornázási műveknek már a szennyvizet egy átadási ponton, és onnantól kezdve már ő továbbítja a szennyvizet Csepelre. A budaörsieket ez nem érinti, vagy közvetlenül semmilyen változást nem fognak tapasztalni, azt azonban igen,
hogy jóval környezetbarátabb lesz a szennyvíz kezelése. A hosszoréti patakot nem terheli a kibocsátott tiszta víz, azt hangsúlyozom, tehát a tisztított víz, és azok a remélhetőleg, azok az áradások is kisebbek lesznek, vagy kevesebbszer fordulnak elő, amit azért az elmúlt időszakban megjelentek, hisz nagyon, valóban nagyon leterhelt a hosszoréti patak, főleg egy-egy nagyobb eső után. Tehát a szennyvíz, vagy a hálózat rekonstrukciója pedig a város több pontján van, tehát a szél, mint ahogy említettem már négy utcát, de a Tököli utca, a Baros utca, tehát a többiek esetében is nem mindenütt az új nyomó rendszerhez csatlakozik értelemszerűen, hanem a meglevő már a gyűjtő hálózathoz, és Örökbálintra a szennyvíztisztítóra megy. A deponál lévő szennyvíztisztító telep korszerűsítésére sor kerül valamikor? Nem szükséges. Azért nem szükséges, hisz azzal, hogy a Békész projekt keretén belül a fővárossal közösen kialakítottuk ezt a hálózatot, amelyik Budaörs szennyvizét a Cseperi tisztítóba viszi, innentől kezdve a Törökbálinton levő budaörsi szennyvíz tisztító telepnek a funkciója megszűnik. Tehát jelenleg a Törzsvíz Kft. Az, amelyik üzemelteti ezt a telepet, de ahogy elkészül a Békész projekt, akkor ezen a telepen egyetlen egy szivattyú telep marad, ami a beérkezett, a városból beérkezett szennyvizet nyomja tovább a most épülő vezetéken Cseperre. Az összes tisztító medence, ami most tapasztalatot található, ülepítő, és a többi, az megszüntetésre kerül, és a mind szennyvízkezelő vagy szennyvíz tisztító telep funkciója megszűnik ennek a területnek.